A mai videó az EPESAV feladatairól, működéséről, hatásairól fog szólni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az EPESAV a jelentőségéhez képest nagyon kevés figyelmet kap, és valahogy az orvostudomány sem tulajdonít akkora figyelmet neki, mint amit megérdemelne. Ez abból is látszik, hogy nem dolgoztak ki semmilyen más érdemi eljárást, például az epekő kezelésére, mint az epehujak eltávolítását. Az epesavat a máj termeli, majd az epe vezetéken át eljut az epehújakba, ami itt jobb oldal található a májnál, ahol koncentrálódik, megerősödik. Minden egyes alkalommal, amikor étkezünk, főként ha zsírokat, zsírsavakat fogyasztunk, az epehújak összehúzódik és kiengedi az epesavat a vékonybélbe, ahol kulcs szerepet játszik a zsírban oldódó vegyületek, például a zsírban oldódó vitaminok, vagy az omega-3 hasznosításában, tehát abban, hogy a zsírban oldódó anyagok beépüljenek a szervezetünkbe. Az epesav a nagyobb zsírrészecskéket kisebb egységekre bontja le, ebben a folyamatban a segítségére van a hasnyálmirigy által termelt lipázenzim is. Az epesavval kapcsolatban az első gyakori probléma, hogy nem termel a máj elegendőt belőle, a második, hogy az epehólyagból nem ürül ki elegendő rendszeresen, a harmadik pedig, hogy nem hasznosul újra kellő hatékonysággal. Nem termelődik elegendő belőle elzsírosodott májnál, májkárosodásnál, tehát ha valamilyen gond van a májunkkal, nem ürül ki rendszeresen, ha kevés magas zsírtartalmú ételt fogyasztunk, és nem hasznosul újra, ha le van romolva a bélflóránk, ugyanis normál esetben az epesav 90%-a újrahasznosításra kerül a vékony bél utolsó szakaszában. Ha áll a rendelkezésre elegendő epesav, annak hatása, hogy jól lakottnak érezzük magunkat étkezések után, ez ugye teljesen logikus, mert a szervezet fel tudja venni a zsírsavakat és a vitaminokat, a sejtek megkapják a tápanyagokat. Zsírsavakat az agy, A vitamint a szemek, a bőr, a nyálkahártyák, E vitamint a szív, D vitamint a csontok és az immunrendszer, K2 vitamint a sejtek az energiatermeléshez. Ha nem áll rendelkezésre elegendő epesav, annak legfőbb tünetei az A, D, E és K vitamin hiányához kapcsolódó tünetek, például látásromlás, csontfájdalom, a gyakori lehangoltság, a bőrszárasság, a gyenge izomerő, a véraláfutások, a vesekő és a meszesedés. Ezen kívül a székrekedés, a bőr vagy a szemek sárgulása, puffadás is jelezhetik a kevés epesavat. Az úszó lágy széklet, a vízen lebegő széklet azt jelzi, hogy magas a széklet zsírtartalma, tehát nem hasznosultak az ételekből a zsírok, mert ugye nem állt rendelkezésre elegendő epesav. Ugye a zsír, az olaj, ha elkeverjük vízzel, lebeg a víz felszínén. A májban az epesav termelődés fokozásához a 10 legjobb étel és gyógynövény a gyömbér, a citromlé, például a gyömbéres limonádé, az articsóka, a máriatövis, a kolin, a kurkumin, elsősorban étrend kiegészítővel vigyük be őket, a hatóanyagaikat, a cékla és a céklazöldje, az almaecet, mivel a gyomorsav mennyisége befolyásolja a májban az epesav termelődést, a zeller és a zellerlé és a kovászos uborka. A bőt alatt, ha mondjuk nem eszünk 14-16-18 órán át, azzal javíthatunk az epesav koncentráltságán. Az epesav rendszeres ürüléséhez fontos, hogy ne zárjuk ki a magas állati zsírtartalmú ételeket a táplálkozásunkban, állati zsíradék, zsírosabb húsok, tojás, vaj, sajtok, húsleves, mert a telített zsírok kellenek az epehólyag egészséges működéséhez, a rendszeres ürüléséhez az epehólyagból. Ha sokáig nem ürül ki az epehólyag, mert nem eszünk magas zsírtartalmú ételeket, annak következménye az epekő kialakulása, az epehó összezsugorodása, vagy az epevezetéknek az elzáródása. Az epesav belegben történő újrahasznosításához pedig szükségünk van egy jó állapotban lévő bélflórára, tehát például leromlott a bélflóra esetén bélgyulladásos problémáknál, vagy ha mondjuk sokáig szedtünk antibiotikumokat, kevesebb epesav hasznosul újra, ami a mennyiségének a csökkenéséhez vezet az idő előre haladtával. Ha a vékonybél utolsó szakaszában nem tud újra hasznosulni az epesav,
megy tovább a vastagbélbe, ahol hasmenés lesz a következménye. Az epesavat pótolhatjuk epesótartalmú kapszulákkal is, amelyeket étkezés után kell bevenni, és nem árt, ha szedjük mellé az előfelsorolt epesav serkentő gyógynövényekből, ételekből és italokból is párat. Az epesav első nagyon fontos feladata a máj méregtelenítése, ugyanis nagyon sok méreganyag, amit a máj kiválaszt, az az epesavon keresztül ürül ki, tehát az epesavval megy át az epehólyagba, majd a beleken keresztül távozik. A második fontos feladata a vékony bél sikosítás, amelynek célja, hogy az emésztett anyag megfelelően gyorsan haladjon át a beleken, így ha kevés van belőle, puffadás későbbi fázisban székrekedés jelentkezik. A legtöbb székrekedéses esetben nem rostokat, vagy vizet, vagy béltisztítókat kell bevinni, hanem a máj és az epe működését kell rendbe tenni. Ha kevés az epesav, vagy ha eltávolították az epehólyagot, az epekövek, de epekövek esetén is, az étrendkiegészítőkkel bevitt D-vitaminból kevés, vagy szinte semmi sem hasznosul. Tehát az epesav nagyon kell a téli időszakban szedett D-vitamin készítményekhez is. Az epesav segítségével áramlik át a májon a felesleges koleszterin be a belegbe, ezért az egyik tünete a régóta fennálló nem megfelelő epe és epesav működésnek a magas koleszterin szint. Az epesavnak fertőtlenítő hatásai is vannak, azaz fertőtleníti a vékony belet, segít a baktériumok elpusztításában, ezért ha nincs elegendő belőle rendszeresen, nagy eséllyel elszaporodnak a vékony bélben a nem kívánatos baktériumok. A májnak és az epesavnak jelentős szerepe van a hormonok működésére is, például a pajzsmirigyre, mivel az inaktív pajzsmirigy hormonok 85%-a a segítségükkel alakul át aktívvá, tehát T4-ből T3-má, ezért pajzsmirigy alulműködés esetén nagy eséllyel gondok vannak a májjal és az epével. A harag, a nem megbocsátás, az elnyomott és ki nem élt agresszió a máj és az epe egyensúlyának a felborulásához vezet, tehát feloldani magunkban ezeket az érzéseket szintén kulcsfontosságú. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az epe és az epesav működéséről, kedveld, lájkold a videót, és oszd meg másokkal is. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.